Milyen érzés ezt folyamatosan újra és újra átélni ezekkel a történetekkel? Hát emlékezni kell rá, és emlékeztetni kell mindenkit rá, mert ha én meghalok, akkor ma ez elvész, mint emlék, hogyha nincs ez lerögzítve, akár papíron, akár filmen, akár szalagon. Úgyhogy ez a beszéld el fiadnak dolog, ez olyan. Amire büszkék vagyunk, a családi hagyományból Bálint György, a híres újságíró, kritikus, publicista. Az apukáról annyit, hogy megtaláltuk a naplóját, és az lesz Ági következő publikációja, hogy Bálint Ármin naplóját fogja kötetbe szerkeszteni, előszóval ellátni, jegyzetekkel ellátni. Igen, ez nagyon lelkesít, mert az apukája naplót írta a pesti gettóban, és hogy nagyon figyelte a sajtót, szóval nekem azt tetszik, hogy tényleg 44 karácsonyán is a legrosszabb ostrom állapot volt, akkor is igyek mindenhez, amihez hozzá lehetett jutni információ, azt leírta a naplójában, és a naplónak az a címe, hogy Gyuri fiam részére, hogy a szülők még mindig bíztak abban, hogy majd hazajön a Gyuri, és ugye akkor meg legyen örökítve, hogy mi minden történt a szülőkkel ez alatt Budapesten, és hát ekkor már meghalt eddigre a Bálint György a munkaszolgálatban. Mondjuk, meséljük el azt a fantasztikus sztorit, tehát a nagymamámat, Bárdos Andorné Vajda Jolánt, akivel Márta együtt volt a gettó idő végén 2 hétig, hogy élhette túl az egészet? Úgy, hogy még ősszel őt is elvitték a téglagyárba, amikor a férjét, a nagyapámat ott azonnal lepofozták a lépcsőn, és nem is jött vissza soha, nem tudunk róla semmi közelebbit. No, a nagymamámat pedig többekkel, például Sózsóka barátnőddel elvittek az óbudai téglagyárba, ott 24 órát eltöltöttek, és akkor egyszer csak jött valaki, és azt mondta, hogy az Akácfa utca 59 lakói most jöjjenek ide. És a ház összes lakóját, ma többnyire nők, mert ugye a férfiak már munkaszolgálatban voltak, azok ott összegyűltek, és visszafordultak. Egyes emlékezések szerint a villamosi kísérte őket, ez a valaki, mások szerint tovább, az mindegy, mindenki másképp emlékszik. A lényeg az, hogy egyszer csak összenéztek az Akácfa utca 59 lakói, egymásra néztek, és azt mondták, a nyilas karszalagos vagy nyilas ruhába öltözött, erre sem emlékszik senki pontosan, tehát egy hamis nyílt parancsot lobogtató magyar férfira. Összenéztek a lakók, és azt mondták, hogy te, ez a Blumenfeld fiú. Mások szerint ez a budai, tehát hogy most később magyarosított, vagy akkor magyarosított, azt már megint csak nem tudjuk, de nem is fontos. Hanem az a fontos, hogy ez a Blumenfeld fiú hazavitte az Akácfa utca 59 összes hölgytagját, aki akkor éppen ott volt, és ezért is élték túl, a nagymamám csak ezért tudta túlélni. Aztán ugye a Csillagosházból gettó lett, de ő azt is végig élte, és utána ott szabadult fel. Előtte is ott lakott, utána is ott lakott még évtizedekig abban a házban. Ezért vagyok én involválva abban, hogy ennek a háznak a történetéről majd beszéljek. Hogy mennyire nem lehetett akkor, mikor az ember benne élt, semmit tudni, azt, amit most utólag tudunk. Mert ugyanezt a történetet Bálint Ármin naplója úgy írja le, hogy elmentem Emma nénihez, az volt az ő közvetlen rokona, tehát egy közös rokon. Jön abban a lakásban lakott akkor. Igen, és azt mondja, hát elvitték őket a téglagyárba, de másnap visszatérte. És ráadásul fölöslegesen meneteltünk órák hosszat, mert utána egyből visszavittek, és úgyhogy igen. Ezt mondták el ugyanazok a nők, akiket megmentettek, akkor ők még nem tudták, hogy ez a megmentésüket jelenti, az életük megmentését, hogy egy bizonyos Blumenfeld fiú visszakíséri őket az Akácfa utcába a téglagyárból. Hát nem tudták, hogy a téglagyárból hova vezet tett volna a menet, ugye, ha ott maradnak. Én amúgy azt reméltem, hogy amikor megint ült ez a Facebook csoport, a holokauszt és a családom, és ott előjött mindenki rengeteg történettel, és néha volt olyan, hogy rájött valaki más, hogy igen, én ismertem azt az embert, és azt tudom róla, hogy. És tehát azt reméltem, hogy akkor kiderül, hogy ki volt, mi lett ezzel a fiúval, aki megmentette például a Muci nénit, meg a dédnagymamámat, és azóta nem, hát most az elmúlt hónapokban még mindenki azt mondta, hogy nem, hát hogy pont erről nem tud senki, ezt egy kicsit sajnálom, de végülis minden nem derülhet ki. És így visszatérve a történetekre, engem nagyon érdekelne, hogy ugye nagyon sokszor szó esett arra, hogy milyen sokat mesélnek itt családon belül, és van kedvenc történet? De ha kedvenc történeteidről van szó, akkor meséld el a Szófia utca sarki patikus esetét. Hát az meg úgy volt, hogy ugye egy darabig a Vilma királynőti fiúvárosban voltam,
Na most jöttek oda is a nyilasok, összeszedték a gyerekeket. Én egy velem egykorú, hát én már nagy lány voltam akkor, 15 éves. Átmásztunk a hátsó kerítésen, és akkor itt jöttünk föl a Lövöldetér irányába, a Király utca fele. Jöttek szembe nyilas őrszeg, akkor befordultunk erre, arra, minden. Eljöttem egész a körútig, tudtam, hogy itt a, most is itt van a patika, a Szófia utca sarkán. Erzsébet körút és Szófia utca sarkán. Nem, a Terész körút. Bocsánat. És tudtam, hogy az a nagybátyámnak ismerőse. És megvártam, míg minden vevő elment, és oda mentem a patikushoz, és mondtam neki, hogy én a dr. Komlós Emilnek vagyok, az unokahúga, és most jövök a fiú árvaházból, mert a nyilasok kiürítették onnan a gyerekeket. És fölhívtuk telefonon a nagybátyámat, aki akkor, mint munkaszolgálatos, a kőbányai szülőotthonba volt beosztva. Hát teljesen oda volt, hogy mit keresek én ennél a fatikusnál, akkor nem tudtam, hogy mi a probléma. De hát mondta, hogy mi lesz velem, hát ott nem maradhatok. Ez volt decemberben már, 44 decemberében. És akkor hát elintézték azt, hogy visszakerültem a Pozsonyi út 12-be, egy svéd házba. De ez a fatikus intézte azt, hogy délben még elvitt engem a Kürt utca sarkán lévő vendéglőbe ebédelni, és mondtam, hogy hát hogy megyek én oda zsidó létemre egy... Azt mondta, legyek egész nyugodt, neki van olyan igazolványa, hogy tud engem igazoltatni. És elvitt az Akácfa utca sarkáig, megmutatta ott a frissen felállított deszkapalánkot, és megkérdezte, hogy ide akarok inkább jönni, vagy inkább a svédházba, Pozsonyi útra, hát azt választottam, és este a patika takarítónőjével elkísértetett oda, de még akkor eszembe jutott, hogy nekem mindenhol mi ott maradt a Gorki-Fasori ára, akkor még nem Gorki-Fasor volt, hanem Vilma királynő út. Ott maradt mindenem, és a takarítónénivel elmentük, meg is találtam a kis kofferomat, avval szépen bevonultam a... Az Akácfa utca 59-ben az én nagymamám. Nem, a Pozsonyi út 12-ben a svédházba. De nekem nem volt svéd schutzfasszom, csak svájci. És akkor már nem adtak ki a Wallenbergék új schutzfasszokat, és ott volt egy hölgy. Úgy hívták, hogy Fehér Mária. Ez azért érdekes, mert az anyósom is ez volt. És ő rávették az ő schutzfasszára, hogy engem örökbe fogadott. És így maradhattam ott december vége fele, egészen január 4-ig, mikor oda is jöttek a nyilasok, és akkor vittek be szépen gyalog a gettóba. Hajnalban lekergettek minket, minnyájunkat, csak azt mondták, hogy ha arccal errefele állunk, akkor a Dunába lőnek, ha errefele állunk, akkor bekísérnek a gettóba. Hát ez lett. Végjöttünk gyalog a Jókai utcán, Csányi utcán, Csányi utcai kapu volt akkor nyitva, ott mentünk be a Klauzál térre, ott már így tószokba álltak a hullák, és akkor azt mondták, hogy hát mindenki menjen, ahova tud. Hát én mentem a Akácfa utca 59-be, a Jolán nénémhez, akkor 36-an laktunk abban a kis lakásban. Na most a patikusról utána kiderült, hogy ő volt a 6. kerület nyilas vezére. De ezt az akkor... 15 éves kislány megmentette. Igen. Akkor a Blumenfeld fiús az egyik, a másik pedig meg is írtam a Holokauszt és a családunk csoportba, az apukámról, Márton unokatestvéréről, Bárdos Zoltánról pedig azt mesélte sokszor, hogy ugye hát látszólag nyelveket tudni persze jó, de hogy milyen kettős volt minden, hogy amikor Mauthausenben felszabadult, ugye ott az amerikaiak szabadították föl egy katonai kórházban, és akkor egy ismerőse, talán iskolatársa oda ment hozzá, hogy Zoli, gyere, segíts, fordítsd le az amerikaiaknak, hogy az apám rosszul van, mert tudták, hogy a Zoli tud angolul. Hát németül mindenki tudott, de a Zoli angolul is tudott. Erre oda rohant az amerikaiakhoz, és mondta, hogy jöjjenek, mert ennek az embernek az apja rosszul van. Mire azt mondták, ja, te tudsz angolul? Akkor gyere velünk, és ezentúl fordított, tehát tolmácsnak használták az amerikaiak, és ennek az lett az eredménye, hogy ő is megkapta a flektifuszt, és 2 hónappal később került haza Pestre, mint a többiek.
tehát 45 júliusában. És akkor már aztán hogy fogadták? Hát az a másik, hogy a valamelyik fertőtlenítő állomáson egy hosszú jéger nadrágot kapott, már nem emlékezett, hogy hogyan, és abban jött haza a 4-es-6-os villamoson. Hát nem volt nagy sikere. Hát oda jött a kalauz, és azt mondta, hogy akkor hol a jegy? Hát honnan lett volna pénze? És akkor viszont volt egy utas, aki gyorsan odalépett, és vett neki egy jegyet, vagy kifizette. Nekem van egy másik, egy szintén a nagypapámnak egy története, amikor a felszabadulás után ugye, hát úgy kimentek a lágerből, és megpróbáltak egyszerűen ugye a falubeliektől élelmet szerezni, és általában nem voltak nagyon lelkesek amúgy, de hogy így pont a nagypapám egy olyan házba kopogott be, megkérdezte, hogy nincs egy falat kenyér, vagy valami, hogy nagyon éhes vagyok, és azt mondta szó szerint a házi asszony, hogy hát már minden kenyér elfogyott, de pont van itt egy kis kalács, tessék. Nincs kalács, van, mert Mária Terézia idejében állt. Igen, és hogy van ez a Mária, igen, ez a Mária, Mária Antonát volt a Mária Terézia lánya. Igen, és hogy akkor ezt mindig mesélte a nagypapám, hogy hát van, amikor tényleg az, hogy nincs kenyér, de van kalács. Még az orosz katona történetet nem akarod elmondani? Jó. Tehát az Akácfi utca 59-ben a gettó utolsó napjai, a perceiben, tehát már nem a csillagos ház korszak, hanem szóval Budapest felszabadulás. Január 4-én kerültem be a Akácfi utca 59-be. Ott jelentkeznem kellett, ugye, mint új lakónak. És akkor engem létszámba vettek, úgyhogy én ezek után kaptam napi 5 deka kenyeret, meg valami levest is. De hát nem ezt akartad ebből kihozni, hanem azt, hogy ugye a középső szobában így volt a két ágy, abban aludt a Jolán néni meg a Vajda bácsi. Előtte keresztben volt egy divány, ami az Ida néninek volt a diványa, hát én is oda kerültem az Ida nénivel együtt a diványra. Na most az ostrom miatt ugye a legtöbb ember len volt a pincében, de hát az olyan körülmények voltak a pincében, hogy büdös volt, rettenetes állapotok voltak ott, azt mondtam, hogy én oda nem megyek le. Úgyhogy fönn aludtam végig. Csak utolsó nap mentem le, mert utolsó nap, amikor a Nagyatádi Szabó utca felől, ami most Kertész utca, hátulról a óvóhely lukját áttörve jöttek be a szovjet kiskatonák, mindjárt tekerték a telefondrótot, az volt az első nekik mindig. Németet nem találtak, följött egy a mi szobánkba, és a szembe lévő üres telken, ami most garázs, de nagyon sokáig üres telek volt az, ott volt fölállítva a két német légelhárító ágyú. A kiskatona ugye lelőtt hozzájuk, azok visszalőttek, úgyhogy a kiskatona meghalt, és betették oda az én díványomba, hát mondtam, a halott kiskatona mellett már nem maradok ott, úgyhogy azon az egy éjszakán mentem csak le a pincébe. Másnap ugye aztán jöttek, és mondták, hogy föl vagyunk szabadítva, mindenki ott ugrált az udvaron, és ilyen nagy zománcozost vödrökbe hozták a grenadír marsot, a krumplis tésztát, amit így ettünk, ugye? Úgy ettük, és ez mentett meg az éhhaláltól, egyébként azóta is a krumplis tészta kedvencem. Én nagyon sokat szoktam arra gondolni egyébként, hogy mennyire, szóval, hogy igazából mondjuk sokkal több esély volt arra, hogy én ne szülessek meg, mint arra, hogy igen, mert igen, már hogy a nagypapám meg a nagymamám miatt, szóval én az ilyen dolgokban nagyon bele szoktam magam, én nagyon azonosulok az ilyen történetekkel, és akkor is azért, hogyha nem a saját családomról van szó, szóval, hogy nekem mondjuk például nekem a barátom nagypapája is Mauthausenben volt, és hogy nekem ez viszont egy valahogy ennek a dolognak van egy ilyen pozitív kicsengése, hogy ugye biztos, hogy egyikük se gondolta, hogy lesznek még unokáik, és azok még összejönnek. Szóval az, hogy valahogy, hogy nem tudom, ez az egész egy ilyen tiltakozás, vagy nem tudom, hogy mi azért mégis még mi is itt vagyunk, pedig mindkettőnk nagyszülei igazából ugye halálra szánták.